Köszöntöm a KVT Média kedves nézőit, és ez a chat. Mai vendégünk Combos Enikő és Combos Nóra. Sziasztok, lányok! Szia, Iringo! Úgy tudom, hogy szeretitek a lovakat, és a lovasport melyik szakágával foglalkoztok? Igen, a lovasportnak több szakága is van, de mi a díjlovaglás mellett ragadtunk le. Arról meséljetek, hogy honnan jött a lovak szeretete. Már kiskorunk óta tevékenykedünk ebbe a sportba, amit édesapánknak köszönhetünk, mert ő vezetett minket ebbe a sportba és a lovas világba. Többször is jártunk ilyen versenyekre szurkolni, megnézni, és olyankor mindig elképzeltük, hogy milyen érzés lehet az, mikor ott vagy, és akkor az az izgulás, az a feszültség és a verseny szellem, amit ott átélnek a lovasok. Erről álmodoztunk. Mi kell ahhoz, hogy valaki a lovakkal foglalkozzon? Nagyon sok alázatra van szükség, nagyon sok időre, munkára, és muszáj felismerned azt, hogyha egy lónak baja van, ő nem fogja azt elmondani, azt neked meg kell tudnod oldani, meg kell csinálnod, és ez is idő kérdése, hogy minél hamarabb erre reagálj. Ezen kívül rengeteg alázatot és türelmet igényel ez a sport, ez a szabadidő, ez az állat. És ha ezek megvannak, akkor érdemes vele foglalkozni. Kit tekintettek mestereteknek, és ki szerettette meg veletek a lovakat? Nagyon kicsik voltunk még. Én voltam 5 éves, Nóri pedig 3. És a Balogh Szilviéknél kezdtük az egész lovas történelmünket. Ők tanítottak meg arra, hogy magabiztosak legyünk, tehát hogy maradjunk fönn például a lovon. És Horpáci Jocinak is nagyon köszönjük azt, hogy minden csínyre megtanított minket, és minden tréfába beleült minket. Utána volt egy edzőváltásunk, átkerültünk a Klinkóházas párhoz, nagyon sokat tanultunk tőlük is, és másfél éve dolgozunk Almásin és Somogyi Zsuzsa Dél-Kelet-Magyarországi régió felelőssel, és azt hiszem, hogy még nem az utunk végén vagyunk, és tényleg nagyon hálásak vagyunk nekik, és innen is köszönjük, hogy most ott tartunk, ahol vagyunk. Tényleg mestereinknek tekintjük őket. És mindez hogy fér bele a szabadidőtökbe? Nagyon jó lehet egyeztetni az egészet, mert mindig arra van időd, amire fordítasz, és így nem vagyunk egy nagy bulizós fiatalok, szóval így a tanulás rovására sem megy az egész sport, és így mindenre van időnk. Milyen eredményeket értetek el a díjlovaglásban? 2022-ben kezdtük el az egész versenyszezon CDN B kategóriában. Igen, ami ugye a regionális versenyeket, tehát a kisebb versenyeket jelenti. És tehát ezen kívül vannak még a CDN A versenyek, amik már a több napos, országos, esetleg nemzetközi versenyek, de ugye mi még csak a CDN B-ben vagyunk. Ahol nagyon jó helyezéseket értünk el, amikkel büszkék lettünk magunkra, lovakra is, és az egész eredményre. A CDNA, az az országos bajnokság volt, ahol én E kategóriában harmadik helyezett lettem, Enikő pedig A kategóriában második helyezett lett, és csapatversenyben pedig ezüstérmesek lettünk. Igen, és még szeretném említeni, hogy ugye volt a régiós döntő, ott is tényleg nagyon jól szerepeltek a lovak, és ott sikerült rengeteg díjat elhoznunk, ami tényleg az én lovamnak köszönhető, meg a Nóriának is persze, meg az egész csapaténak. Ott lettem régiós bajnok, ott lettem utánpótlás bajnok is egyben, és ugye ott is el tudtuk hozni a csapatbajnokság aranyérmet, de tényleg a legkisebb versenyektől a legnagyobb versenyekig a lovak is, és mi is próbálunk betenni mindent, amit tudunk a versenyekbe. És a lovaknak millió hálával tartozunk. Igen, nagyon sokkal. Milyen lovatok van egyébként? Nekem most egy 11 éves, nagydíjas S-kategóriás lovam van. Tehát ő már ugye nagyon, nagyon képzett, nagyon okos, néha okosabb is, mint én. Mindig. De ez így van jól, tehát néha ő tanít engem. Ő egy egyszerű magyar sportló, Nórinak meg egy... És ezt meg kell említeni, hogy az egyik szemére nem lát. Tényleg, tehát ő... Szóval de ő ezzel is... Kis hős.
Ezzel is boldogul, és semmi problémája nincsen. Nekem pedig egy oldenburgi herelt van, aki 6 éves, szóval még egy ilyen kis fiatal. Igazából ahhoz képest, hogy egy fiatal ló eszméletlenül ügyes és tehetséges, és szerintem versenyeken egy rossz mozdulata nem volt, vagy nagyon segítőkész, és igen, meg előtte nem is volt neki versenye, igen, ahol szerepelt, tehát Nórival szerepelt először. Igen, az igen, belevitt a világba. Nektek személy szerint mit ad ez a világ, amiben belecsöppentetek? Eszméletlen nagy megbecsülést és értékbecsülést. Tehát az, amit kapunk a lovaktól, a szüleinktől, az edzőnktől is, tehát én nem tudom tényleg, hogy hogy tudnánk ezt majd idővel meghálálni. Nagyon nagy, tehát ez, meg eszméletlen nagy lemondással is jár. Minden időnket belefektetjük, próbálunk a legtöbbet kint lenni a lovardába, és dolgozni velük, néha kisebb-nagyobb sikerekkel, de próbálunk mindent beletenni ebbe. És megéri az összes lemondás, ami az biztos. Van. És hogy épül fel egy évetek, hogy vannak ilyen programok évközben? Télen az évnek ebben a szakaszában inkább ilyen alapozó, elengedtető, lazább edzések vannak. Igyekszünk az állapotra, a lónak az állapotára nagyobb hangsúlyt fektetni. Ilyenkor úgy nem is nagyon vesszük elő őket hetente mondjuk 5-ször, mint egy versenyszezonban. Tehát próbáljuk őket kicsit nyugtatni, meg a stresszt is inkább lecsökkenteni bennük. Mert azért egy versenyen sok inger éri őket. Igen, nagyon sok, és utána ugye pihenniük is kell pár napot. Majd tavasztól ugye kezdetét veszi az országos bajnokságok. Ezek után ugye készülünk, programokat gyakorlunk be, esetleges ugye szintlépésekkel tanuljuk az új gyakorlatokat, feladatokat. Ez egészen így ősz végéig tart, tehát a championátusig, az országos bajnokságig. Majd utána vannak ugyanúgy ilyen kisebb edzőtáborok. Most is például egy edzőtáborban voltunk egy hete, és nagyon jól éreztük magunkat tényleg. Egy hetünk pedig úgy áll össze alapjáraton, hogy heti 6-szor vagyunk lóháton. Ebből egy nap futószár, a többi 5 nap pedig ugye edzés, tehát mi vagyunk rajtuk. Zsuzsi 2-szer szokott hetente hozzánk járni, segít, fejleszt minket, tehát nagyon jól tud jönni egy alsó, egy ilyen földön lévő szem, aki látja, hogy mit csinálunk, és mondja, hogy mi éppen a probléma, vagy mi javítsál. És ugye a vasárnap pedig a pihenő, amikor mindenki pihen, amikor kim vannak a legelőn, és csak vannak. De például a szombati edzések van, amikor tereppel helyettesítsük, hogy egy kicsit járják a, úgymond a világot, és kimozduljanak a névfal közül. És mikor lesz a következő ilyen versenyetek, vagy hol szokott ez lenni? Vagy? Ezt még pontosan nem tudjuk, de olyan tavasz körül szoktak elkezdeni. A mi versenyeink, amikre mi járunk. Igen. És egyébként ezek hol szoktak lenni, vagy például az utóbbiak, azok hol voltak megrendezve? Békés Csaba, Murahalom, Sukoró például. Ezek a helyek voltak így. Igen, főként. A régióban szoktunk legtöbbet versenyezni, ugye amiket a Nóri is említett. Egyedül a rajtengedélyvizsgánk volt, ami régión kívüli volt, tehát a mi régiónkon kívüli volt. De próbálunk ebben a régióban maradni, és itt bejutni ugye a régiós döntőre. Meddig tervezitek a versenyzést? Nagyon hosszú távra, de ennek az egész sportnak mi nagyon az elején vagyunk, és talán ennek nincs is vége. Már a végtelenségig lehet tanulni a lónak a világát, a lelkét, azok a kis mozdulatokat a lovaglásba, az egész sportba, és ennek így nincs úgymond vége. Igen, meg minden ló más, tehát van, tehát mint minden ember, minden ló ugyanúgy más, minden lónál más, tehát teljesen másra kell figyelned. Van, amelyiknek például ez megy, van, amelyiknek ez nem megy, tehát ez teljesen különböző, és
ez is mindig fejleszti, még a legprofibb lovasokat is. Mindig akad valami nekik is, ami úgy kicsit úgy felbolygatja az egész lovas tudásukat, és gondolkoznak, hogy mit csináljanak végig. Mi a legnagyobb célotok vagy álmotok, amiket el szeretnétek érni? Úgy gondolom, minden sportolónak az olimpia, világbajnoksága a fő, és én is ez így vagyok, hogy megérezzem azt, amikor bemész egy arénába, ahol több tízezer ember van, a fejed körül kamerák mozognak, és a fények is rád, és a partneredre, a lovadra szegeződnek talán, és akkor tiéd az egész színpad, úgymond. És ilyenkor az edző se szólhat be, senki se, tehát csak te vagy, meg a lovad, és egymásra kell koncentrálnotok, megbíznod benne, esetleges kisebb problémákban. Viszont nekem is alapból egy olimpia vagy egy világbajnokság ugye az elsődleges cél, de én azon is gondolkoztam, hogy ha egyszer lesz egy csikó, amit fölnevelek, én fogok betanítani egészen akár nagy díjas szintig es kategóriáig, és látni azt, ahogy majd az egy esetleges világbajnokságon vagy olimpián fog szerepelni, és hogy abban az én munkám is benne volt, és hogy ez mennyire jó érzés tud lenni, hogy látni azt, hogy az én egykori társam felnőtt. Igen. És felfejlődött a nagyok közé, mert a lovat tekinthetjük társnak is. És ő is egy személy, egy élő lény, akivel ugyanúgy tisztelettel kell bánni. Hát igen, ez így van. Én nagyon szurkolok nektek, hogy ezt mind elérjétek, de valószínűleg elfogjátok. Mert nagyon sokan hisznek bennetek, szüleitek is, rokonaitok, stb. Úgyhogy én is nagyon szurkolok. Köszönöm. Hoztatok pár dolgot ide az asztalra, például ez a kupa, ez honnan van? Ezt még a championátusról hoztuk el. Ez volt az ifjúsági alkategóriás díjam. Ez egy kobak, ami hát kötelező a versenyeken is, kivéve nagy díjakon, ott már nem kell, ott ilyen kalap van, igen. És ott már azt is lehet. Igen. Mellette meg egy pálca, ami egy segédeszköz, és nem bántó eszköz, ami fontos leszögezni, mert sokan azt hiszik, hogy ezzel bántjuk a lovat, ez egy segítőeszköz, akár az érzékeket kicsit megerősíteni, hogyha esetleg a csizma kevés, akkor ez segít. Igen. Ez mellett még ugye szoktunk használni sarkantyút segítség használatra. Meg hát ez már kell is egy igen, idő abszolút után. Kötelező, hogy legyen sarkantyú. Ez egy elég érdekes kérdés lesz, de szerintem ez elég sok mindenkit is érdekelhet, hogy ha nem lovagolhatnátok többet, akkor mit éreznétek? Húha, rettentő nagy űrt, tehát én nem is tudom, mit tennék. Szerintem lehet, hogy visszamennék néptáncolni, de nagyon reméljük, hogy ilyen nem lesz. Nem tudom, én szerintem, amikor bezárkoznék a szobába, és akkor így ellennék. Nem tudom, nekem úgymond egy menekülés ez a lovaglásról. A suliból tényleg, mikor már megyek ki a lovakhoz, már föltöltődünk energiával, igen. És csináljuk. Egyébként engem mindig is érdekelt ez a lovaglás, és nagyon szeretek én is kijárni lovaspályákra, és szoktam ilyen versenyekre is kijárni, és megnézni, sőt fotózni is szoktam rajtuk, és mindig az jár a fejembe, hogy milyen jó lett volna, ha ez előbb jut az eszembe, vagy valami, de hogyha mondjuk én kedvet kapnék hozzá, hogy én most ezt el szeretném kezdeni. Késő már, vagy még meg lehet valósítani? Abszolút nem késő. Ez a lovaglás az egyáltalán nem korhoz függő. Tehát ismerek olyat, aki mondjuk Nóri 3 éves korában fölült az első lóra, de ismerek 80 éves nagypapát is, aki még mindig lovagol, vagy esetleg versenysportban még a 60 évesek is űzik nagyon keményen. Tehát egyáltalán nem korhoz passzoló, vagy korhoz függő, és mindenképp ajánlom tényleg, hogy vágj bele, és csináld, mert az, amit, az a lovaknak a szeretete, amit ad, és az a,
az az elszántság, amit te kapsz tőlük, az eszméletlen nagy dolog. És tényleg nagyon-nagyon ajánlom. És még egyáltalán nem késő. Én azért is választottam ezt, hogy veletek beszélgethessek, mivel ugye az előbb mondtam, hogy érdekel ez a téma. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltatok mindezekre, és tényleg nagyon jó volt beszélgetni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Mi is köszönjük!